Sziasztok, János vagyok, és szeretnék bemutatni egy okos karkötőt. Mostanában nagyon sok férfin is, és nőn is látok ilyen okos karkötőket, ezért gondoltam, hogy egy ilyen Huawei Band Pro 2 Pro-t bemutatok. Ez elég népszerű, ebből már megjelent a Huawei Band 3, de most ezt a kettes szeretném bemutatni, mert egy ilyet vettem a lányomnak. Az Extreme Digitálnál vásároltuk így néz ki az okos karkötőnek a doboza. Itt lehet látni, hogy GPS-es, úszásra alkalmas, ugye folyamatos 24 órás ö, szív, púzusmérés, alvásfigyelés, légzés, megnyugvás, és notification tehát bejövő hívások, SMS értesítés, stb. stb. Itt lehet is látni részletesen felsorolva, ugye nem csak a futás, hanem a biciklizés is minden, GPS nyomkövetéssel, ugye 5 atm atmoszféráig e, water tehát a vízálló, ezt ki is próbáltam elvittem úszni, tényleg az e, folyamatos egész egésznapos, e, a VO2 maxot megbecsüli, ugye, itt írja, hogy 21 napos töltés, 21 napos akkumulátoridő, ez nem 21 nap, de azért elég sokáig bírja. Alvásfigyelés. alvásfigyelés, éjszakai alvásfigyelés, van benne ilyen légzés program, légzés applikációszerűség, ami megnyugvást lehet elérni, és a pulzusunkat lejjebb lehet vinni, és a Smart Notification. Na nézzük akkor a doboz tartalmát. Egy teljesen egyszerű kis doboz van benne. Ez maga az okos karkötő, így néz ki. Egy szép, letisztult, minden irányból elég jól lehet látni. Egyetlen egy kis gomb van, ami érintő kijelző tulajdonképpen, érintő gomb. és ezzel lehet ugye a menüpontok között lépdelni. Ott lehet látni, itt ugye bekapcsoljuk ugye a szíjat, és akkor itt pedig ugye bedugjuk. Itt van a ledes érzékelő, itt pedig tudjuk cserélni a szíjat, itt pedig maga a töltés. Nagyon jó föl simul az ember kezére, ez a érintőgomb ez teljesen jól működik, de csuklóra fölvéve tulajdonképpen egy mozgatásra is a menüpontok között lehet váltani. Így, látjátok? Úgyhogy így fölemelem. Jó, a doboz tartalmaz még egy kis USB töltőt, a USB-re csatlakoztatható fejet, Egy rövid kis leírást, amit tényleg csak röviden, több nyelven, és egy másik kis füzetecskét, ami a garancia kártya. Jó, ha nézzük meg a töltést, hogy is néz ki, Ebből a kis. Szerkezetbe, szerkezetre kell rárakni majd az órát. Nek van egy ilyen USB töltő része. Jó, jó, raktam bele. Nagyon. Jó, raktam bele, igen. És akkor ezt a részt kell, ugye, ide pattintani, és így lesz a töltés az USB-n. Meg is mutatjuk tehát akkor itt tudjuk megnézni a töltést. Nagyon egyszerű, egy USB-be bedugjuk, és ha bedugtuk, akkor elkezd tölteni. Most körülbelül 70%-on nagyon gyorsan feltölt, és utána tényleg több napig, majdnem egy hétig jó, hogyha használjuk a folyamatos mérést és a notification a bejövő hívások, stb. stb. Jó, és most nézzük az órának a kijelzőjét. Lehet látni baloldalt felső sarokban a Bluetooth kapcsolatot, az akkumulátor töltöttséget, az időt, a dátumot, Friday, péntek 20-a, a lépésszámot, ugye, hogy mennyi lépésszámot tettünk meg eddig, és hogyha a menüben szeretnénk lépkedni, akkor csak az érintő kijelzőt megnyomjuk. hogyha futni szeretnénk, vagy sétálni, bocsánat, akkor ugye hosszabban meg kell nyomni. Következő ugye maga a pulzusmérés, következő menüpont, külső területen való futás. Hoppá, bocsánat. Igen, itt most ugye, hogyha megnyomjuk, akkor most a GPS keresi, de mivel nem vagyunk kint, kívül, külső helyszínen, ezért most nem fogja megtalálni, de így indul el a futásnak a monitorozása, és itt lehet látni, hogy a pulzus, a megtett távolság, az idő, és hogyha hosszabban nyomjuk, akkor tudjuk elmenteni a futást. Akkor van benne bicikli, úszás és a légzés. Ha a légzést szeretnénk relax, akkor megnyomjuk csak így, és most beszívjuk, Ugye föl kell venni ehhez a karkötőt, ahhoz, hogy ezt a dolgot végig csinálni. És indoor run, tehát van belső futópados futás lehetőség, és ennyi. de teljesen egyszerű, letisztult dolog. Mindjárt megmutatom a telefonon, hogy milyen összetett rendszerben mutatja meg a megtett mozgásokat. Nagyon egyszerű, az érintőkijelzője nagyon jól működik, reagál tényleg a bejövő notification tehát a bejövő hívások, meg az ilyen jellegű dolgokat, azokat is borzasztan jól kezeli. Mindjárt csinálunk erre egy próbát, és megmutatjuk.